Önállóan indul a választásokon a Megoldás mozgalom, a párt 60 településen állít polgármester vagy képviselőjelöltet. Nem politikusokat, hanem szakembereket küldenének az EP-be és az önkormányzatokba. A Memo elindította Milliárdos Megoldás nevű programját, ami Magyarország mintatelepülésének létrehozására irányul. Fábián Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Huszár Viktor, a vendégem, a Megoldás mozgalom elnöke. Jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt, Megoldás kívánok. Mozgalom, amely egyébként párt, mondani választáson, csak pártok indulhatnak. Ezzel a busszal indítanék, amit Rapp Ferenc kollégám felvezetett, hiszen úgy tudom, hogy azzal jött ide a székházba, nem TV székházba, hogy benne van az egy milliárd. Igen, a Milliárdos Megoldás busszal érkeztünk, amiben 1 milliárd forint készpénz van, és ugye már is szeretném azzal kezdeni, hogy nyilván nem felvágni szeretnénk ezzel az összeggel, hanem a mintatelepülés programunknak ez a lényege, de valójában azért hoztuk létre ezt a buszt, mert plakáthelyeket kevésbé tudtunk szerezni, viszont ez egy mozgó plakát, országosan el tudunk vele menni bárhova, nagyon sokan fényképezik, megosztják, tehát a digitális térben azt gondolom, hogy ez egy remek marketing. Mellé, honnan van a pénz? Alapítói vagyon Gattyán György ajánlotta fel, hogy ebből a pénzből létrehozzunk mintatelepüléseket. Mi lesz a sorsa? Azt mondtam, majd megyünk tovább. Ugye az a célunk, már a mintatelepülések és az 1 milliárd kapcsolatára kérdeznék rá. Az a célunk, hogy a milliárdos mintatelepülések olyan helyeken jöjjenek létre, ahol memós polgármesterek nyernek. Jelenleg több mint 50 helyen fogunk indítani vagy polgármester jelöltet, vagy képviselőt, és ha bármelyik memós nyer, akkor szeretnénk ott létrehozni egy önellátó, önfenntartó, megújuló energiából táplálkozó mintatelepülést, és a vonzás törvénye, hogy ez a mintatelepülés a többi településnek a régióban példát mutat, és mindenki most szeretné hasonlóan akár megvalósítani a saját települését. Tudom, hogy két alelnök jelöltjük van, és mind a alelnök van a mozgalom, mind a ketten ügyvédek, ezért mindig csak megkérdezem, hogy ez nem minősül a választás befolyásolásának? A jogi csapataink ezt megvizsgálták. Én feltétlenül biztos voltam, mert megnézték, csak azért. Igen. Én azt gondolom, hogy a hatályos magyar törvények szerint járunk el, és az, hogy a mi választási ígéretünk valójában egy bizonyíték, tehát mi az államtól függetlenül adunk egy normatívát a memós polgármestereknek, szerintem bármelyik magyar vállalkozó, ha hasonlóan járna el, akkor még több mint a település jönne létre az országban. Aztán ezt a témát lezárom, megyünk tovább, hogy megy ez a szerencsekerék, forgatás is, hogy településekre mennek, ott is lehet nyerni. Sokszor mondtuk, hogy játszva tanul az ember, van benne edukatív tartalom, tehát a buszban mindenféle információk vannak, és játékra hívjuk az embereket, pont azért, hogy így ismerjék meg azt, hogy mire lehet elkölteni ezt az összeget. Nem tartanak attól, szigorúan kérdést teszek fel, tudván, hogy két ügyvéd, ha elnökük is van, hogy nem tartanak attól, hogy esetleg önökre kiabálják, hogy kilóra megveszik a választókat, mondom, kérdést tettem fel. Érdekes ez a nézőpont is. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, aki vidéken szeretne egy 1000 fő alatti településen létrehozni egy mintatelepülést a saját vagyonából, arra Magyarországon minden olyan értékrendű ember azt kell mondani, hogy ez egy szívlelendő dolog, aki tenni akar az országért. Számítanak arra, hogy támadások kérhetik önöket emiatt? Azt gondolom, hogy építő kritikát mindig szívesen fogadunk. Hát lesznek bontók is szerint. Lehet, de mi szeretünk inkább építeni. Azt gondolom, hogy sokáig bontják már, vagy bontották az országot, ideje akkor építkezni. Pont megyünk tovább. Az előző parlamenti választáson, 22-ben indultak először, hiszen egy évvel korábban alakultak, akkor 1%-ot értek el, jól emlékszem? Jól emlékszik. Jó. Na, és hát eltelt 2-3 év, én nem nagyon hallottam, hogy önök valamit programot bedobtak volna, vagy olvastam, tehát fű alatt dolgoznak csendben? Csendben dolgozunk. Az, hogy minek van ma Magyarországon esetleg nagyobb vízhangja, azt gondolom, hogy létrehoztuk a Magyar Politikai Akadémiát, létrehoztuk a Magyar Vállalkozói Akadémiát, tehát olyan hiánypótló kezdeményezéseket csináltunk, aminek lehet, hogy nincs akkora hírértéke, de számunkra fontos. Igazából Magyarországnak és a magyar embereknek ez fontos, hogy legyen egyfajta minősítés, hogy ki lehet ma a Magyarországon önkormányzati, Európa Parlamenti vagy országgyűlési képviselő. Azt is olvastam, meg a felvezetésből is lehetett hallani, hogy nem politikusokat, hanem elsősorban szakembereket akarnak indítani. Hogy toborozzák őket?
A nemzetközi kapcsolataink, a céghálónk és annak kiterjedtsége miatt viszonylag egyszerűvé teszi ezt, hiszen rengeteg olyan embert ismerünk, aki nyelveket beszél, látta már jó értelemben a világot, és azt gondoljuk, hogy a politikusok az Európai Unióban sokszor egymásnak feszülnek olyan témákon, amin szakemberek vagy menedzser típusú szemléletű emberek sokkal gyorsabban, hatékonyabban átlendülnének. Ilyen a mi EP csapatunk is. Már alakul, meg is van a listájuk? Igen, már megvan. Nem mondjon neveket, csak de megvan, rendben. Igen. Összegyűjtötték az aláírásokat. Azt mondják, hogy az Európai Parlamentben is szakpolitikát képviselnének. Mi eddig is voltott ilyen. Igaz, a baloldal nem ért el, az, hogy is mondják, nem értek el eredményeket a képviselők. Hát a baloldal elért, hogy Ándor jogállamisági eljárások folynak Magyarországon. Most a legutóbbi szavazáson is egyébként az országjelent szavazott, de hát a kormánypárti EP képviselők is dolgoznak. Akkor ezt hogy értékelik, hogy nem végeztek szakmai munkát? Végeztek szakmai munkát, az, hogy mennyire kielégítő, ezt mindenki ítélje meg saját maga. Hát majd a szavazók eldöntik június 9-én. Igen, én azt gondolom, hogy Európában az európai megoldás az főleg az új technológiák felé való nyitás, a digitalizáció, illetve ha megvizsgáljuk, hogy jelenleg ezek a jogállamisági folyamatok néha blokkolják az összegeket, lehetne technológiailag fogalmazva peer-to-peer, tehát végpontok közötti forrásbevonás, ha például egy mintatelepülés program létrejönne, és ennek az indikátorait létrehoznánk, akkor nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte lehetne, hogy így néz ki egy mintatelepülés, akik közvetlen pályázhatnak például uniós forrásra. Hogy néznek ki ön szerint egy mintatelepülés? A mi álmunk az, hogy ez egy önellátó, önfenntartó, megújuló energiákra épülő település, ahol ráadásul innovatív munkahelyek jöhetnek létre. Ugye a digitális nomádok határtalanul tudnak dolgozni. 770 ezer ember, magyar honfitársunk is külföldön dolgozik, több százezer közül a digitális nomád. Ők tudnának... Digitális nomád? Igen, ez a kifejezés. Most hallom, de folytjuk ki ezt egy picikké. Világszerte rengeteg ember, aki fejlesztő, programozó, aki az interneten határtalanul tud dolgozni, ők tudnának egyébként magyar olyan ökofalukból, biotelepülésekből is dolgozni, ahol egyébként a természet közelsége és a magyar táj szépsége az mind megadja azt a lehetőséget, amit ők keresnek, és az internet pedig Magyarországon is van, ugye a DESI jelentés alapján Magyarország az Európai Unió átlagánál jobb, tehát az infrastruktúrája, az 5G-s meg a 4G-s lefedettsége az jobb az Európai Uniós átlagnál. Minden adott, hogy Magyarországon mintatelepülések legyenek. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy én köszönöm a meghívást.